Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, jó estét kívánok önöknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket a Múzeumi Esték sorozatunk 6. rendezvényén. A magyar történelemben számos olyan személyiséget találhatunk, akinek megítélése nem egyértelmű, sőt, olykor szenvedélyes viták tárgyát képezi. Vannak esetek, amikor később is előkerülnek dokumentumok, amelyek tovább árnyalják az adott személynek a megítélését. Ma egy ilyen vitatott történelmi személyről hallanak egy nagyon izgalmas előadást. Vendégelőadónk pedig nem más, mint dr. Hatos Pál, történész, jogász, akinek a kutatási területei a 19.-20. századi európai történelem, vallás és egyháztörténet és historiográfia, csak így zárójelesen elmondom, bár lehet, hogy majd a történész kijavít engem, hogy a történelem jellemzőivel, fejlődésével foglalkozó tudományág ez. Szakmai pályája igen sokszínű. Gimnáziumi tanárként kezdte, majd az ELTE-n oktatott. Vendégtanárként dolgozott az Indiana University-n, az Egyesült Államokban, majd itthon az Igazságügyi Minisztériumban, az Oktatási Minisztériumban, és évekig a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kancellárja is volt. De irányította a Balassi Intézetet, az Európai Unió Kulturális Intézeteinek alelnökévé is választották. A Kaposvári Egyetem Riprónai Művészeti Karát dékánként vezeti, ahol a Művészet Elméleti és Művelődéstudományi Intézetnek is igazgatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontja Közép-Európa Intézetének megszervezésére és vezetésére is megbízást kapott. 4 monografikus könyve, több mint 100 tudományos publikációja jelent meg magyar és nemzetközi tudományos folyóiratokban. 2 nagy sikerű könyvét is hadd mutassam meg, az egyik az Elátkozott Köztársaság, a másik pedig a Rossz Fiúk világforradalma, és hát azt gondolom, legalábbis a történész kolléganőim azt szokták, hogy igazából Hatos Pál történész ezzel a 2 könyvvel robbant be a köztudatba. Ugyanis rendkívüli műveltséggel és biztos kézzel vezeti végig az olvasót és az érdeklődőt a nagyháború végi Magyarországon, a forradalom hónapjain. Az események szereplőit pedig úgy hozza közel, hogy közben rávezet minket arra, hogy árnyaltabban és mélyebben gondolkodjunk azokról az eseményekről is, amelyek azóta megtörténtek velünk, illetve hát az országgal. E bevezető után felkérem mai előadónkat, dr. Hatos Pál történészt előadásának megtartására, melynek címe Károlyi Mihály rejtélye. Tisztelt igazgató úr, tisztelt zalaegerszegi polgárok, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást Csengei Ágotának, csapatának, nagyon profi szervezés, amely sokat ígérő a magyar kulturális szférában, hogy itt Zala vármegye középpontjában a fővárost súlyosan megszégyenítő módon professzionálisan szervezik az eseményeket, már ez is jó leső érzéssel tölt el. Köszönöm tehát a meghívást. Nem mondom, hogy nem lennék egy kicsivel lelkesebb, hogyha Tisza Istvánról vagy Görgei Artúrról kéne beszélnem, hiszen talán mind a kettőjüknek voltak Tiszának bizonyosan tragikus tévedései, de államférfiúi nagyságuk, tragikus és példamutató bátorságuk minden esetre könnyebb beszédtémává teszi az ő pályájuk bemutatását, mint Károlyi Mihályé. Előre is szeretném jelezni, hogy bizonyosan vannak itt a közönség soraiban olyanok, akik Károlyinak nem bocsájtanak meg, akik végletesen, ellentétesen gondolkodnak róla. Szeretném kérni az ő megértésüket, türelmüket, én máshogy fogok tenni. A történésznek több mint 2000 év óta az indulataitól tartózkodnia kell. Sine ira et studio,
harag és kedvezés nélkül kell azt is bemutatni, amiről esetleg nagyon is markáns véleménye van. A tudományos tisztesség egyébként nem különbözik az emberi tisztességtől. Szövegeket, emlékeket, forrásokat szembesíteni kell, és amely megadja a történészi munka szépségét, az a történész esendősége. Nincs végleges történészi álláspont, nincs végleges történészi igazság, mindig felmerülhetnek újabb és újabb szempontok, és ennek fényében kell elképzelnünk mindazt, amit esetleg mondani fogok. Még esetleg eszembe jut Pál apostol szava, amikor Károlyról beszélek, vagy ha Károlyról gondolkodunk, eszünkbe jut Trianon, az országvesztés, eszünkbe jut az egész nemzeti katasztrófa, amely az első világháború végén ránk szakadt, az ott lévő politikai helytállás, vagy helytnemállás. Aki áll, és ez mindannyiunkra vonatkozik, csak arra ügyeljen, hogy el ne essék. Könnyű visszafelé menve megmondani, hogy mi lett volna a jó út, vagy legalábbis könnyebb. Saját életünkben is azt hiszem sokszor úgy vagyunk, hogy utólag, amikor valamit elkövettünk, vagy amit elmulasztottunk megtenni, látjuk, hogy helytelen volt, de a cselekvés hevében, a pillanat szükségében egyáltalán nem látszott a világos fény az alagút végén. A történész tehát ilyen szempontból egy picit ítélőszékben ül, abban az ítélőszékben, amiben igazából csak a jó Isten ülhet. És ezért hangsúlyoztam és hangsúlyozom továbbra is az esendőséget. Éppen ezért nem is vállalkozom arra, hogy Károlyi Mihály pályafutását bemutassam. Károlyi Mihály rejtélyéről szeretnék beszélni, amelyet ezzel a két képpel is összefoglalhatunk. Az egyik képen látjuk Aponyi Alberttel, szövetségesével, mondhatjuk így barátjával is, atyai jó barátjával. Másik oldalon meg, azt hiszem nem kell bemutatni, Rákosi Mátyással. Ez az életút, a Károlyi életút Magyarország egyik legrégibb és leggazdagabb családjának egyik prominens tagját. Ugye a Nemzeti Függetlenség pártjától, a 48-asságtól vezette a kommunista politika kiszolgálásáig, még ha hozzá kell tennünk, hogy Károlyi Mihály 1949-ben másodszor is a számüzetést választotta, és hazájától távol Dél-Franciaországban halt meg. De rejtélyes ez az életút más szempontból is. Rejtélyes ez az életút abból a szempontból, hogy tényleg kiről is van szó. És ilyenkor én nagyon szeretek az irodalomhoz fordulni. Nem azért, mert az irodalom pontosan meg tudja mondani, hogy mi történt. Ugye a történész kérdése, was ist eigentlich gewesen, mi is történt tulajdonképpen, mi is történt valójában. Ez az ősi emberi tudásvágy, hogy tisztába jöjjünk a múltunkkal, és hát mégis termeljük a könyveket. Ugye én is egy 600 oldalast írtam. Hát 3 éven ment abba, hogy azt a dicstelen 133 napot megírjam, és nyilvánvaló, hogy utánam is fognak írni róla. Tehát bevezetőként hagy fordulja Krúdi Gyulához, ahhoz a Krúdi Gyulához, aki nyírségből indult, egy ősi, tiszántúli, nemesi família tagja volt, és talán a legkülönösebb magyar író volt, aki egyébként rajongott Károlyiért egy időszakban, sőt, a Magyarország című lapnak a munkatársa volt, de akit, és aztán később egyébként Horthy Miklósért is, de akit végső soron nem politikai véleményért, hanem írásművészetének utánozhatatlan varázsáért szeretünk. Ő 1925-ben a Tegnap ködlovagjai címmel tette közzé a
kortársairól írt esszeisztikus visszaemlékezéseit. Ebből olvasok föl. Én például sohasem tudtam volna elhinni Károlyi Mihályról, hogy valamikor végzetes szerepe lend a magyar történelemben. Párizsból jött meg, amikor a nyarak még álmosak és üresek voltak Pesten, békés kánikulai kacsákat fogdostak a hírlapok, az utcákon és tereken unottan szólott a nyári szél sípja, aki tehette, elmenekült a városból, és a különc Károlyi Mihály éppen ilyenkor sétálgatott a Ferenciek terén, amikor az aszfalt olvadozni kezd. Füllett kanál is szagok ömlenek a régi belvárosi házak udvarai felől, szerencsére már nem így van. Elbágyadva szellőztetik boltjaikat a fűzőkészítőnők. Ízlelgessük ezt a szót. Fűzőkészítőnők. És vasárnapra gondolnak egész héten át, amikor majd ők is menekülhetnek a városból. A déli korzón megjelennek azok a gyanúsabb dámák, akik ilyenkor nyáridőben mernek mutatkozni az elegáns nép helyén. Ez ma is így van. A gavallérok, akiket a régi Pesten könnyű volt név szerint ismerni, már elrepültek. Csak Podmanicki Frigyes és Károlyi Mihály tartózkodnak a kihalt városban. Hosszú szakálla volt Károlyinak, mint egy francia grófnak. Monokli villogott a szemén, amelyen később is meglátszott a monokli viselet, amikor államfő létére már nem hódolhatott a kacér üvegnek, fölényesen, gúnyosan, magányosan nézegetett körül a városban, mert akkoriban a fiatal mágnások még valóban hasonlítanak ahhoz a figurához, amelyet Csicseri Bors, ez egy korabeli humorista lap, rajzoltat róluk. 100 lépésnyire meg lehet ismerni a magyar grófot a pesti utcán feltűnő megjelenéséről. Érdekes volna egyszer kinyomozni valamely emberi történelemből, hogy ki volt az első magyar mágnás, aki a 19. században úgy a beszédmodorával, mint megjelenésével, ruhájának szabásával, hegykességével, gyöjfösségével ezt az érthetetlen és ízlésesnek aligha mondható típust megteremtette. Egymástól tanulják a nyegleségeket, mint csupa, magba ojtott figurák a hiúság vásárából. Ugye ez egy korabeli híres regény Thackeraytől, az angol írónőtől. Könnyelműségükről legendát mondanak a könnyűvérű nők. Étvágyukról, szomjúságokról regélnek a pincérek és a cselédek. Kékvérűnek mondják magukat, és gyakran nincsenek tisztában a helyes írással. Ez Károlyira is így volt, igaz volt. Amint, hogy tán erre nincs is szükségük. A legendák szerint ilyen volt a fiatal Széchenyi István, és aranyifjú korában Károlyi Mihály is viselte először ezt a maszkot. Így írta le Krúdi Gyula azt a léhűtő, csak az élvezeteknek, a semmiségnek, a vagyon fitoktatásának élő és napjának nagy részét unalomban tengető Károlyi Mihályt, aki valóban az ország egyik leggazdagabb családjába született. A Károlyiak, ugye a nagy Károlyi Károlyiak, Kundvezére vezették vissza őseiket, és bizonyos, hogy már Károly Róbert király óta a Károlyi család Magyarország első familiái közé tartozott, de az igazi nagyugrást Károlyi Sándor tette meg, aki ugye Rákóczi Ferenc helyettese volt, a vezérlő fejedelem, a nagyságos fejedelem rábízta az országot, és kicsit úgy járt Károlyi Sándor, mint Görgei Artúr, mivel megkötötte a szatmári békét Pálffy Jánossal, a Habsburgokkal, és ezért a kuruc nemzettudat, és így a kuruc nemzettudatban nevelt Károlyi Mihály is, sokáig megvetette. Ma már a történészek tudják, hogy az a béke, amelyet 1711-ben Károlyi Sándor megalkotott, és amiért grófi címet kapott a Habsburgoktól, új vért, új lehetőséget adott az országnak. Tudjuk ma is, mit jelent a béke. Kézzelfogható közelségbe került az, hogy mi a béke szemben a háborúval, szemben a pusztulással, szemben minden emberi erőfeszítés kárbaveszésével, évszázados sebek feltépésével. Ez
az ős határozta meg, és ennek az ősnek az ellentmondásos értékelése Károlyi Mihály politikai pályáját, aki egyébként egy 48-as családba született bele, nagyapja Károlyi István, vagy nagyapja testvére, és nagyapjai Károlyi György, vagy éppen Károlyi Ede, ugye nagyapja három ilyen ragyogó ember volt, a magyar arisztokraták, akik részt vettek a 48-as szabadságharcba, börtönbüntetést szenvedtek, vagy éppen Klapka légióival álltak a határon 1866-ban, a porosz-osztrák háború idején. Ezt a levegőt, ezt az atmoszférát, a gazdagságot, a kívülállás tudatát, amit ugye franciául határoztak meg, il n'y a que nous, csak mi vagyunk. Ugye ez a gőgös arisztokratasság, amely olyan sokáig jellemezte főleg a Tiszántúl állapotát, ugye itt Zalába is voltak nagyurak, a Dunántúlon is, de sokkal kiegyensúlyozottabb volt a társadalom szerkezete, én ugyan a szomszéd vármegyéből származom apai oldalról, de ugye ott nem volt parasztság, hanem polgárság volt, polgárok voltak a földművesek is, a gazdák, a kisgazdák, míg ugye ott, ahol Károlyi birtokai elterültek, ott a parasztság volt, én anyai oldalról, ugye a szatmári síkról származom, napégette, homokszítta, szegénység és konfliktusok rázta vidékről, ahol ugye a Károlyiak hatalmas birtokai terültek el. Károlyit nem az édesapja nevelte, édesanyja 3 éves korában meghalt, hanem Károlyi Sándor, aki a szövetkezeti mozgalom atyja volt, nagy-nagy bátyja. Egyébként együtt nevelte egy másik, mostanában egyre ismertebb arisztokratával, unokatestvérével, gróf Bánfi Miklóssal, akivel közeli barátok voltak egész ifjúkorukban, közös őrültségeket követtek el, hatalmas autóversenyekkel, meg egyebekkel. Károlyi volt a Magyar Autóklub egyik első elnöke, ezt is érdemes tudni, bár a futballt is szerette, pontosan azért, mert a vele született testi hibáját első unokatestvérek házasságából származott, ennek tulajdonították a farkastorkot, a beszédhibát, amelyet egyébként ő maga 14 éves korában apja tanácsa ellenére egy életveszélyes műtétnek vetette el alá magát, valamennyire orvosoltak. Ez a fajta millió, arisztokrata millió, ez a fajta mégis kurucosság, mégis 48-asság, Károlyi Sándor hatalmas tudásával, aki az egyik leggazdagabb arisztokrataként Marxot olvastatott Károlyival, és bevezette a Hangya Szövetkezetbe. Nyilvánvaló, hogy önök is hallottak, ez a fajta szövetkezés volt hivatott arra, hogy az akkoriban még a magyar társadalom többségét kitevő kisbirtokosságnak a kapitalista versenyben való helytállását biztosítsa. Tehát Károlyi Sándor adta neki az első igazán fontos politikai leckéket, és azt is, hogy a francia kultúra megszállottja legyen. Volt francia rokonságuk is a Károlyiaknak, és egy kis csinos palotájuk egyébként Párizsban, és ez is egyfajta érdekes dolgot jelentett Károlyi Mihály pályáján. Ő ugyanis nem volt konvencionális ember. Az osztrák-magyar monarchia idejét éljük, ugye 1867 és 1918 között, amelyben nem létezett önálló magyar diplomácia, de néha nagyon is fontos magyar államférfiak vezették a külügyeket. Legfontosabb volt ugye a második közös külügyminiszter gróf Andrássy Gyula, az idősebb Andrássy Gyula. És ez az osztrák-magyar monarchia a német szövetséghez kötötte sorsát, ahhoz a német szövetséghez, amelyet a német császárság, a Vilmosi Németország vezetett, és amely aztán az első világháborúban, mint központi hatalmak lépett be, vagy kezdeményezte ezt a hatalmas világégést. Nem feltétlenül volt ez Andrássy Gyulának a választása,
hogy német orientáció mellett kötelezze el magát. Ő maga is, ugye, mint 48-as, a szép akasztot, ugye Kossuth követeként távollétében halálra ítélték, Franciaországban élt, sőt, francia szabadkőműves volt, sőt, ateista volt, az Andrássyak nem nagyon jártak a templomba, ifjabb Andrássy Gyula is, hiába kötötte a házasságát az egyik legkatolikusabb Zicsi lányjal, a kötelező gyónásra az intézőjét küldte le, és ugye megtehette. És azért képzeljük el, milyen lehetett az arisztokráták szemében az a keresztény Magyarország. Nos, Károlyi a francia orientációt és az orosz orientációt választotta. Azt gondolta, hogy nem jó a német uralom és a német szövetség kizárólagosságában lenni. Az a fajta keleti nyitás vagy kiegyensúlyozott politika, amelyről ma oly sok szó esik, és amely ugye egyfajta ilyen geopolitikai földrengésként meghatározza jelenünket, abba annak előzménye volt ez, hogy a Just, Zsigmond Just Gyula és mások mellett a függetlenségi párt, tehát azok, akik több távolságot követeltek Bécstől, önálló Magyarországot, önálló nemzeti bankkal, önálló nemzeti hadsereggel, önálló vezényleti nyelvvel. Ők a német szövetség helyett az orosz szövetséget akarták. Ezt azért mondom el, mert ennek nagyon fontos szerepe volt Károlyi 1918-19-es politikájában. Károlyi pályáját úgy kezdte, mint minden arisztokrata csemete, általában a nemzeti kaszinóban kártyázott, időnként hát egy-két-három vármegyényi területnyit vesztett el a bakaráton. Adi, későbbi hódolója írta le, hogy 5 vármegyényit kártyáztak el előző éjszaka. Mondjuk Adi is szeretett kártyázni, de hát ugye neki csak a 7 szilvafa magjait tudta volna igazából, vagy Báró 60-i Lajostól hitelbe kapott forintjait elkártyázni. Igazából az 1910-es évektől pontosan Aponyi Albert oldalán, aki szintén ellenzéki volt, 48-as, tehát szemben állt a 67-es párttal, lépett be a politikába. Az első világháború elején éppen Amerikában volt, szervezte az amerikai magyar emigrációt, amely egyébként 48-asokból állt, akik utálták Ferenc Józsefet és a Ferenc Józsefi uralmat, természetes, különben nem mentek volna el a jobb élet reményében. Bármennyire is aranykorként tekintünk a kiegyezés és a dualizmus korára, azért ne felejtsük el, hogy sokaknak kellett kivándorolni. Nem csak Amerikába mentek, erdélyi véreink, székely véreink, azok sokszor Bukarestben keresték a boldogságot, vagy legalább a boldogulást, és sok-sok tízezren románosodtak el ennek következtében. Mondom, aranykor volt, de egy olyan aranykor, ahol a székely körvasút utoljára épült meg. Tehát a történésznek látnia kell a főképet is, vagy a kép elejét, és a kép mögé is kell nézni, hogy lássa, hogy mi van. Károlyi tehát Amerikában volt, és ekkor tört ki az első világháború, Franciaországban internálták, majd szabadon engedték azzal a felkiáltással, vagy azzal az ígérettel kicsikarva, hogy nem fog fegyvert fogni a franciák ellen. Milotai Istvánnal, a későbbi neves újságíróval készített ekkor interjút, és nagyon borulátó volt. Azt mondta, hogy ebben a háborúból mi nem remélhetünk semmi jót. Általában véve mi semmi háborúból nem remélhetünk semmi jót, amely olyan célokért folyik, amelyekben nekünk nincs célunk. És kevesen tudatosítják ma is. Az első világháborúban Magyarországnak nem volt semmi hadi célja. Azért véreztek a magyar bakák Doberdón, azért haltak kínos halált Volhínia mocsaraiban, hogy az maradhasson meg, ami volt. Magyarország nem akart, vagy a magyarság nem akart hódítani. Tisza István teljes
kálvinista fatalizmussal ment bele az első világháborúba jó néhány heti ellenkezés után, de mégis belement és mégis kitartott, és ez az első világháború, illetve a rettenetes vércsapolás, a Mérszárszék, 660 ezer baka halt meg ott, a csatatereken legalább 2 millió gyermek nem született meg, a hátország életét teljesen összekuszálta, összezúzta a háború keserves valósága, soha nem született kevesebb gyerek, mint 1918-ban, a 20. század első felében, és soha nem született több törvénytelen gyerek. A férjek távol voltak, sokszor a hadifoglyok vitték a szántani az ekét, a lovat, és aztán ők tértek meg a hadi özvegyek, vagy éppen az egyedül maradt feleségek ágyába. Olyan történetek, amelyek meghatározták, bár keveset beszélünk róla, ennek a véres társadalmi szövetnek a kialakulását, amelyet az első világháború forradalmi valósága jelent. És itt jelenik meg Károlyi különös sorsa, itt jelenik meg Károlyi rejtélye. Sokszor szoktuk elmondani, hogy ugye volt egy aranykor, ez ugye a nagy fejlődés, amikor Budapest világ városá fejlődik, amikor a magyar élelmiszeripar, a cukoripar, a malomipar, a gépipar, az elektromos ipar, hát ugye kiépül, világszínvonalú találmányok születnek, gazdagodik a lakosság, ugye rengeteg népszokás, népi tánc, mondjuk a kalotaszegi legényes, az nem régebbi, az 1880-as éveknél, azt a fajta férfias öntudatot jelenti, amit a polgárosodás hozott Magyarországra. Szóval mindez belefoglaljuk ebbe az aranykorba, és ez megszűnik 1918-ban, és aztán tudunk, sokat tudunk a Horthy korszakról, Bethlen Istvánról, arról a nagy építő munkáról, ami a rettenetes katasztrófa után ugye megpróbálta Magyarországot újjáépíteni, és amely mindig is azzal a céllal működött, hogy azzal az érzéssel, amelyet ugye egyébként a Károlyi forradalom alatt kitalált jelszó, a nem-nem soha, vagy nem-nem soha nem nyugszunk bele abba, hogy a történelmi Magyarország megszűnt, megaláztak minket, szétdaraboltak minket. Tehát a revízió gondolata, és amely ugye a II. Világháborúban újra és egyúttal véglegesen katasztrófába torkollott, de mégiscsak volt egy 25 év, a Horthy korszaknak sokat ismerjük a politika történetét, de kevésbé azt, hogy például a vallásos reneszánsznak volt a hatalmas korszaka. Sokkal többen jártak 1950-ben templomba, mint mondjuk 1920-ban. Itt ugye Mindszenty városában, Mindszenty József bíboros városában, ahol 25 évig volt plébános, nem kell mondani, mit jelentett a katolikus reneszánsz, mit jelentett az a sok-sok templom, ami épült vidéken és főleg a városokban, mit jelentett a kalott, Kerkai Jenő, ugye 30 kilométerre van innen ugye a szülőfaluja, az agrárifjúság megszervezése, a rádió és sok-sok minden. Tehát ugye a Horthy korszaknak is a gazdaság történetét és kultúra történetét sokkal jobban az eszünkbe kell idézni, vagy például a kulturális intézeteket, a Bécsi Kollégium Hungarikumot, a Berlinit és ezt az egész gondolatot, amely bizonyos értelemben naivitásra épül, hogy meggyőzni a nyugatot arról, hogy a nyugat itt mi vagyunk, és nem a velünk elbánó utódállamok, amelyeknek sorsa végül is ugyanaz lett, mint az osztrák-magyar monarchiáé. A nemzeti elvnek a jegyében rombolták le az osztrák-magyar monarchiát, és semmisítették meg a történelmi Magyarországot, és helyette sok nemzetiségi országok jöttek, amelyek ugye azóta szintén eltűntek, gondoljunk csak Csehszlovákiára, gondoljunk Jugoszláviára. Szóval van ez a két korszak, amelyet ismerünk,
és nem ismerjük a közte eső időt, ezt az 1918-22 közötti időszakot, illetve velem együtt a régebb óta fiatalok, azok tanulhattak a dicsőséges 133 napról, kötelező tananyag volt, Kun Béla, a népbiztosok tanácsa, a gyerekek nyaraltatása a Margit-szigeten vagy a Balaton partján, de hát ugye egy alapvetően hamis történetet adtak nekünk elő a proletár forradalomról. És Károlynak ez volt a korszaka, ez volt az ő tragikus színrelépésének a korszaka. 1918 őszén ugyanis a magyar társadalom összeomlott. Itt van történészek között sokszor meg nem értés. Én azt állítom, hogy a magyar társadalom összeomlott, a magyar politikai elit összeomlott. Gyakorlatilag kiengedte a gyeplőt, gyakorlatilag elszabadultak a dolgok. Nem ismerek 1918 őszéről olyan paraszti katonai memoárt, megnyilatkozást, amelyben a hazajövő katonák tovább akartak volna harcolni. Így utólag könnyű azt mondani, hogy miért nem parancsoltak rájuk. Azért, mert nem lehetett. Mert már nem volt parancsszó. A frontról visszajövő egymilliós katonaságnak egyharmada jött vissza zárt alakzatban. Ennek az egyharmadnak is körülbelül a fele nem magyar katona volt, és akik hazatértek, azoknak ugye általában a családi tűzhelyt keresték, és a saját nemzetiségük szerint helyezkedtek el. Ha megnézzük, és például itt van egy Károlyi rejtélyből egy dolog. Károlyi Mihály pacifista volt, mert azt látta, hogy a fronton micsoda mészárlás van, béke kell. Azt nem látta, és azért volt tehetségtelen politikus, hogy a pacifizmus pillanata elmúlt, és azok, akik ebből a katasztrófából előnyt tudnak kovácsolni maguknak, kíméletlenül megteszik. És ezt nem látta egyébként Jászi Oszkár a legfőbb bizalmasa is. De Károlyi akart többször is. Tehát ez a 4,5 hónap 1918. október 31-től 19. március 21-ig tele van az elabortált hadseregszervezési kísérletekkel. Az egyik legutolsóban egyébként pontosan Festetics Sándort, saját sógorát bízta meg azzal Károlyi, hogy ha lehet, tegyen rendet a pesti vadászezreddel, és számolja fel a katonatanácsok Pogány Józsefék uralmát. Nem sikerült, azért, mert a tisztek ugyan harcolni akartak, hát hogy ne akartak volna harcolni, hiszen nekik ez volt a mesterségük, a közkatonák viszont nem. Ugye Kóri Endre, a székely dandár krónikás, a református lelkész írja le, hogy Szatmár falvaiban is az volt a jelszó, veszélyeztetett Szatmár falvaiba, menjenek a felmentettek, menjenek a gazdagok. Mi már nem megyünk, mi már eleget harcoltunk. Ez itt az első világháború és a magyar külpolitika gúzsba kötésének a nagy tragédiája, hogy egy olyan háborúban véreztünk el, egy olyan háborúban vérzett ki a magyar harci kedv, amelyben mi csak szükségszerűen mentünk bele, amelynek a hadicéljai nem a mi hadicélunk volt. Megvolt az orosz hadicél, Konstantinápoly, a Balkán fölötti hegemónia biztosítása, megvolt a német hadicél, Németország vegye át a világ uralmat Anglia fölött, megvolt a francia hadicél, a revanche, vegyük el Németországtól az európai vezetőhatalmi státuszt, vegyük vissza Elsász-Lotaringiát. Az osztrák-magyar monarchiának és különösen Magyarországnak nem volt hadicélja, mégis rettenetes véráldozatot hozott ezért, és amikor a magyar vitézség egyébként példás volt, és arányaiban jóval felülmúlta mondjuk az osztrák, német vagy a cseh katonák áldozatait, megközelíti ezt a horvát katonák is elég vitézek voltak. De 4,5 év után egyszerűen nem volt tartaléka a társadalomnak. A városok éheztek, a falvakban hatósági árak voltak, éppen ezért nagyon sokszor a parasság nem volt hajlandó átadni a
terményeit, mert értéktelen, egyre értéktelen. Pénzt kapott érte, az ősi paraszti bölcsesség működött, semmifajta paraszti önzésről nem beszélnék. Aki megdolgozik, attól ne vegyék el ingyen a dolgokat. És akkor inkább feletette a disznóval a kukoricát, vagy éppen akár a tiszta búzát is. Ebben a helyzetben kellett teljesítenie Károlyi Mihálynak, és ebben a helyzetben nem tudott teljesíteni jól. És szeretnék egy legendát eloszlatni. Károlyi Mihály, amikor közhivatalt foglalt el miniszterelnökként, külügyminiszterként, illetve köztársasági elnökként, egyetlen egyszer nem tett olyan nyilatkozatot, amelyben Magyarország területi integritásából egy centit hajlandó lett volna engedni. Pacifista volt, végletekig bízott az Antantban, de hát ugye a nemzetközi politikát nem a barátságok tartják össze, hanem az érdekek, és ezt végzetesen félreismerte. Ebből a végzetes félreismerésből, ebből a csalódásból vezette az, hogy ha Nyugat nem adott, adjon a Kelet. Ott volt Lenin példája, ott volt a bolsevik Oroszország példája, akkor még senki nem tudta, hogy mi fog ebből következni, még nem terjedtek el a hírek arról, hogy mi jön, azt terjedt el, hogy földet osztottak, azt terjedt el, hogy Lenin békét kötött. És azt terjedt el, hogy jön a világforradalom. Nem tanították meg a kommunista tankönyvek azt, hogy az a rettenetes rossz választás, amely Károlyit és társait vezette, amikor gyakorlatilag átengedték, nem kifejezetten átadták, de átengedték hatalmat Kumbéla és Kalandor csapatának, akkor egyfajta nemzeti bolsevizmusba bíztak, abba, hogy jönnek az oroszok, jön a világforradalom, és el fogja hengeríteni az imperialista bojáruralmat, a románokét, a csehekét. Végig ez mozgatta egyébként a tanácsköztársaságot, ha meggondoljuk, a tényleges tisztek, azok mind a vörös hadseregbe harcoltak. Lakatos Géza későbbi miniszterelnök, Sztójai Döme későbbi miniszterelnök, Szombathelyi Ferenc későbbi vezérkari főnök, Sónyi Hugó későbbi vezér ezredes, és sorolhatnám azt, hogy a világháború kiváló fiatal tisztjei egy olyan tragikusan rossz oldalra sodródott, de mégiscsak magyar katonai zseni, mint Stromfeld Aurél vezetésével, ugye a Ludovika parancsnok a vezetésével, az egyetlen fegyveres állami hatalom teljes erejével támogatott fegyveres kísérletet tették arra, hogy a történeti Magyarország területét felszabadítsák. A kommunisták előítéleteik, a borzalmas erőszakosságuk miatt képtelenek voltak ezt a helyzetet kihasználni. Jellemző módon, amikor ugye a Vörös Hadsereg barna mezőtúri legények bevonultak Kassára 1919. júniusában még, a Kassa város papsága is felszabadítóként kezelte őket, aztán másnap jöttek a politikai komisszárok, a túszejtés, illetve a proletár diktatúra. Tehát egy ilyen zavaros időszakban kell Károlyi szerepét megítélni, azt, amikor Tisza István azt mondta, hogy ő nem vállal miniszterelnökséget két nappal halála előtt, október 29-én, csak égő kanóc lennék a puspakkoros hordóban. Akkor, amikor Andrássy apu, vagy Károlyi apósa, ifjabb Andrássy Gyula, az egyik legtehetségesebb magyar külpolitikus, akinek ugye pontosan a Tisza Istvánnal való rettenetes küzdelmében soha nem nyílott mód arra, hogy államférfiúi képességét kibontakoztassa, csak az utolsó héten lett a monarchia külügyminiszter 1918. októberében, és ő volt az, aki egész élete művét, a Német Szövetséget a monarchia nevében felbontotta. Tehát rettenetes olyan tettek voltak, és erre utaltam az elején, amikor a pillanat szüksége végzetes és történelmet szülő cselekedetet hajtott végre, akár jó szándékból, akár a helyzet fel nem ismeréséből. Én Károlyi Mihály szerepét 1918-19-ben ebben látom. És abban is, hogy szerencsésebb körülmények között sem lett volna ő kiváló államférfiúi nagyság, de abban is, hogy akárki ült volna a helyében, nem tudott volna jobbat csinálni.
amit ugye Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál végrehajtott. Teleki egyébként egész végig támogatta Károlyi Mihályt, a híres vörös térkép egyébként pontosan Károlyi megbízásából született, és Teleki vezette volna a békeküldöttséget, hogyha a Károlyi kormány megmarad. Szóval Teleki, Bethlen, Horthy azt választották 1920-ban, hogy inkább kicsi legyen Magyarország, de megmaradjon. Akármennyire is tragikus, lehetett volna sokkal rosszabb. Lehetett volna egy cseh-szerb korridor a Nyugat-Dunántúlon, lehetett volna, húzódhatott volna a határ Vácnál, maradhatott volna a pécsi szénmedence a szerbeknél, és a románok Békés Csabát, Gyulát, Vásárosnaményt is megkaphatták volna. Nem írjuk alá a trianoni békét, hogyha fegyverrel próbálkozunk. Az a reál politika, amely a katona Horthy Miklóst a béke és a diplomácia Horthy Miklósává tette, pontosan nem jellemezte, és tanultak, akármennyit is, akármi is választja el ezeket az embereket, tanultak abból a hibából, amelyet ezek a baloldali radikálisok megcsináltak, nevezetesen az, hogy visszaszerezni a területeket. Ne felejtsük el, egy évszázad kommunista pusztítása után, hogy a csehektől megszállt Pozsonyban, a csehektől megszállt Kassán, a szerbektől megszállt Temesváron és Pécset, vagy éppen a románok által megszállt Zsírvölgyében a szociáldemokrata munkásság volt az, amely sztrájkokat, tiltakozó mozgalmakat szervezett a megszállók ellen. Adott lehetett volna a nemzeti egység, az az oly fájúan hiányzó nemzeti egység, és ennek a meg nem kötésében, ki nem használásában biztos, hogy felelőssége van, rettenetes felelőssége van Károlyi Mihálynak is. Én itt lezárom, és ha majd vannak kérdések, megjegyzések, szívesen válaszolok tudásom szerint, és elmondanék néhány véleményt erről az emberről, az ő rejtélyéről. Itt van például mindjárt IV. Károly, aki ugye, akinek ugye a halálának éppen a 100. évfordulóját ünnepeltük, vagyis hogy emlékeztünk rá, tragikus halálának 100. évfordulójára, aki 1918. október végén azért bízza meg Károly Mihályt, mert őt nacionalistának tartja. Hiszen amikor a románok támadnak, akkor Károly a képviselőházban úgy mondja, hogy tigrisként fogjuk védeni Erdélyt. És egyébként Károly egyik tragikuma, nem mellesleg Kumbéláról is azt gondolták, mi tudjuk, hogy Kumbéla bolsevik volt és kommunista volt, meg internacionalista, de a körülöttünk lévők mind azt gondolták. Tisza István, Andrássy Gyula, Károlyi Mihály, Kumbéla, egy kutya. Mindannyian a magyar uralmat akarják fenntartani. Itt látjuk a belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokra menően, látjuk, hogy egy magas arisztokrata alak, a Újvidéknél a hajón, mellette ugye testőrtisztje Jeszenszky Imre, ki ugye keresztje is volt, mert hát ugye a Szép Andrássy Katinka nem tudott neki ellenállni a számüzetésben. Itt látjuk a gyötrődő Károlyit, itt látjuk a kápolnai földosztást, szeretnék itt is elosztani egy dolgot. Károlyi eladósodott, de nem jobban, mint Tisza István 1914 előtt. A magyar nagybirtok végzetesen el volt adósodva az első világháború előtt. Az első világháború mezőgazdasági konjunktúrája most is az lesz, tehát a termelők konjunktúrája lesz, helyrehozta mindegyik birtoknak a jövedelmét. Károlynak azt javasolták, hogy a testvére, az ellenforradalmár féltestvére, Károlyi József fehérvári főispánnak a birtokait ossza föl, és azt mondta, hogy nem, a sajátomat osztom föl. Nem másét osztotta, a sajátját osztotta. Hevesben a napszámosok, a summások hazájában egy teljesen más vidék, mint Zala, egy teljesen más társadalmi képlet. És itt van az a korszak, amiről szeretnék beszélni. Így és Gyula írta meg, hogy nem ismerjük ezt a korszakot, illetve félünk beletekinteni, mert sok-sok zavaró tényező van,
hiszen sokan megváltoztatták azt, hogy mit és hogyan csináltak ebben a korszakban. Éppen ez egyébként Károlyi Mihály akkori szerepének a legnagyobb félreértékelése. Ha egy ember tudja elvinni az egész balhét, akkor a többiek mulasztásai, esetleges hibái, gyávaságait is félre tudjuk tenni. Kicsit ezt érzem a Károlyit bűnbak állító között, nem tagadva, hogy rettenetes felelőssége van. A későbbi pálya meg egyébként teljesen gyalázatos. Jászi Oszkár, egy nagyon érdekes figura, aki egyébként a Károlyi birtokon Nagy Károlyban született, néhány nappal Károlyi előtt 1875-ben, ugye Károly maga a Károlyi palotában született Pesten, Jászi Oszkár meg egy zsidó orvos fiaként Nagy Károlyban. Most Jászi Oszkárról méltatlanul keveset tudunk, ő azon kevés baloldali gondolkozó közé tartozik, aki meg tudta bánni helytelen nézeteit, mégpedig azt a radikalitását, amely ugye a század előn őt ugye radikális szocialista eszmékhez vezette. Kevesen tudják, hogy amerikai száműzetésében a népi írókkal levelezett, és a népi írók mozgalmával gondolkozott, és hát ugye azt mondta, hogy ha nem zsidónak születtem volna, hanem magyarnak, akkor ugye most én is ott lehetnék Illyéssel, Kovács Imrével, Féjával, egyebekkel. És Jászi Oszkár megpróbálta 1920 után a kommunizmushoz és a Szovjetunióhoz közeledő Károlyit visszatartani, de nem tudta. Ezt az idézetet, ami itt alul van, és amelyre hagyok időt, onnan vettem ugye a Károlyi Szfinx, ugye a Szfinx ott ugye Kairó mellett van a piramisok tövében, ez a rejtélyes egyiptomi istenség, pontosan a rejtély szó, a Szfinx szó, amelynek tekintetét nem tudjuk. A Károlyi Mihály jelensége nem csak azoknak, akik nem szeretik, hanem azoknak, akik szeretik is, egyfajta legenda. Hiába lett kommunista társutas Károlyi Mihály, az oktobristák, tehát a 18-as forradalomnak a hívei, megpróbálták, őszi rózsás forradalom hívei, a Károlyi alakot fenntartani. Az tény is való, hogy Károlyi sokat vesztett azzal, hogy száműzetésbe ment, hogy forradalmár lett. De a legendák ebben az értelemben nem működnek. És azt hiszem, hogy a Károlyihoz, és ezért is adtam a könyvem címének az Elátkozott köztársaságnak, a nem valós legenda költések arról, a nagybetűs köztársaságról, ami 1918 őszén úgymond kikiáltatott, gyenge mítoszok nem is működnek, amit látjuk. És itt van Tormai Cecil írónő. Azt hiszem, ha Károlyi Mihályról gondolkodunk, a legtöbbünknek a műveltségét az ő bújdosó könyve, illetve annak a szenvedélyes expresszivitása adja ki. Ő azt gondolta, itt vannak a kulcs sorok, szerintem ezt mindenki ismeri, hogy Károly és Tisza között egy ilyen zsigeri gyűlölet volt, amely fizikai ellentétből fakadt, a beteg nyomorék Károlyi és az egészséges Tisza. De ha elolvassuk, akkor látjuk, hogy Tisza István is ugye félig vak volt. Ha hozzátesszük mondjuk Krúdi Gyula véleményét, aki legalább olyan jó vívó volt, és legalább akkora testi erővel rendelkezett, kivételes nagy testi erővel, mint Tisza István, ő és nyomoréknak nevezte Tiszát, sorsosát, akivel egy azon ősi tiszántúli köznemesi családból származott, mert gróf Tisza István grófi címét, ugye az eszterháziak, az icsiek, tehát az igazi kékvér arisztokraták, az aponyiak nem tartották semmire. Arról nem is beszélve, hogy ha van valami igazságtalan vált Tormai Cecilnél az, hogy ugye ez a beteges rokoni házasságból való degenerált természet. Tisza István elsőfokú unokatestvérét vette el feleségül. Két beteg gyerek származott ebből. A Júlia kislány meg is halt 6 éves korában,
fia Tisza István, akiről maga az ifjabb Tisza István néhány nappal élte túl, alig 32 évesen apját, és hát teljes csalódás volt, hiszen ideggyenge volt, és egyéb. Mégsem szoktuk ezt megemlíteni, nem is szabad megemlíteni, mert Tisza István emberi nagyságához, vagy államférfiúi érdemeihez ennek semmi köze. De igazságtalan ezzel támadni Károlyi Mihályt, már csak azért is, mert rettenetesen sokat tett azért, hogy saját emberi nyomorúságát, fogyatékosságát leküzdje. Horthy Miklós, akit ugye, tehát Magyarországon, ezt kár is félreismerni. A reformkor kivételével a magyarok mindig keresnek valakit, aki egyfajta apakép lehet. Bármennyire is abszurdnak tetszik, Károly is innen indult, egy gróf, nem is akármilyen gróf, 11 ágú címerrel rendelkező gróf. A csodát várták tőle, és nagyon hamar csalódtak benne. Horthy Miklósba viszont nem csalódtak, annak ellenére, hogy Horthy az otrantói hős, a partra vetett tengerész nem katonaként bizonyított, hanem államférfiúként, diplomataként, úgy, hogy apránként tudta rendbelázni az országot, vagy éppen azzal, hogy nagyon kiváló munkatársakra, mint Bethlen István, vagy éppen Teleki Pál hagyatkozott. Ő szerencsétlen jelenségnek nevezte Károlyi Mihályt, és a defetisták vezérének nevezte, át nem gondolt reformokat követelt, stb. Van ebben igazság, de ez csak félig a kép. Ugyanis Károlyi 1918 nyarán valóban a nemzet többségének a vezére volt. Az más kérdés, hogy csalódtak benne. Cegléd választotta országgyűlési képviselőjévé. Az a Cegléd, amely végig Kossuth életében, tehát a ceglédi mandátum az Kossuth mandátuma volt. Volt még egy pár ilyen fontos mandátum, a Jászberényi mandátum az például mindig Aponyi Alberté volt egészen haláláig. A függetlenségi pártra a színmagyarság szavazott, a Dunántúl magyarsága, az Alföld magyarsága. A Tisza vezette szabadelvű, majd később munkapártra, meg a szélek így úgy összehozott szavazatai. Soha nem volt igazi többség abba az értelemben, ahogy ma országgyűlési választásokon többség van. És akkor igen, Krúdy Gyulát már bemutattam. Két olyan gondolkodót, akik kortársak, akik írók, irodalmárok, és akik a mai nemzedékek, főleg a középnemzedékek magyarság tudatát meghatározzák. Tudjuk, hogy I.S. Gyula nem csak költőként volt nagyszerű, hanem ő tartotta a lángot. Pislákoló lángot a Kádár korszakban, amikor senki nem beszélt az erdélyi magyarságról. A Szellem és Erőszak című könyvét betiltották. Ő mentette meg Szabó Lőrincet vagy Démet Lászlót a kommunisták börtöneitől. De így és baloldaliként indult, és Károlyinak volt igazából a Károlyitól kapta a számüzetésben az első írógépét, és nagyon tisztelte. Nagyon érdekes ez a vázlatok az emigránsról, ez a kultusz arra hozza ki, hogy nyulánk magas mindenki a Károlyi családban. Mindenki szép, az asszony szép, aki ugye Andrássy, a férfi magas, a gyerekek magasak. Egyébként ugye Károlyi egyetlen fia, Károlyi Ádám hős, ugyanúgy halt hősi halált, mint ugye Horthy István, csak éppen nem az orosz fronton, hanem az angol pilótaként. Tehát ugye a tragikum nem került el se Horthy Istvánt, vagy Horthy Miklós sem Károlyi Mihályt, hogy apaként szeretett fiúikat kellett eltemetniük. Itt igazából egy nagyon fontos dolgot mond ki I.S. Nem a történelmi szerephez,
hanem a történelmi tennivalókhoz volt érzéke és ereje. Azok a kérdések, amelyeket Károlyi felvetett, a függetlenség kérdése, a földosztás kérdése, tehát a társadalmi igazságosság kérdése, Magyarország geopolitikai szerepe, olyan dolgok voltak, amelyek fontosak voltak, csak éppen ahhoz nem volt tehetsége, és igazából objektívesen voltak adottak a körülmények, hogy megvalósítsa őket. És itt van Márai Sándor, őnek jóval elítélőbb lesz a véleménye, csak hát ugye Márai, olvassuk el először ezt, 1946-ban Károlyi Mihály 27 év után hazatér Magyarországra, a nemzetgyűlés ugye külön törvénybe iktatja érdemeit, visszakapja a Károlyi palotát, egy rettenetesen hatalmas összeget, 60 ezer forintot, ugye a 1946-ban ez ilyen 100 milliós összegnek, több 100 milliós összegnek felelt meg, inkább több milliárdos összegnek felelt meg, elfogadja, ami szerintem erkölcsileg annak, aki ugye az arisztokrata társai kritikájából él, nem biztos, hogy megfelelő volt. Szóval Károlyi hazajött, és Márai hallgatja a rádióban a beszédét. Mikor Károlyi megszólal, lesütöm a szemem, elvörösödöm, zavartan krákog, szánalmasan motyog Arisztidesen. Az orosz hadjáratot, azaz ugye a felszabadítást, nagyszerű Leistungnak nevezi. Gyakran mondja aztat, eztet. Nem is amit mond, inkább az a szánalmas, ahogyan mondja. Nem. Kísértetek és szobrok ne mozduljanak, maradjanak a térfogatukban. Károlyi megjött, és egy mítosznak, már akik számára mítosz volt, vége. Maradt egy szánnivaló aggastyán, aki rosszul beszél magyarul, semmit sem tanul, de sokat, főként a magyar szavak helyezését, fogalmakat felejtett. Hát azt hiszem, hogy ennél elegánsabban kivégezni nem lehet egy embert, és valószínűleg teljesen igaza volt Márainak. Aztán visszatér az ifjúsága emlékeire, 1918. október végének éjszakájára. Amíg beszél, eszembe jut az októberi éjszak, október 31-e, mikor láttam ezt az embert az Astoria szállóban, ahol ugye a forradalmi nemzeti tanács ülésezett, ahová septében érkezett. Felesége kísérte. Károlyi felhajtotta a gallériát, Halloweenbe volt. Megint a mesteri írói jellemzés. Történész ilyet nem tud. Tehát képes a forradalom pillanatában felvenni a nagy londoni Hammondsnál varratott téli kabátot a pizsamára. Jelentették neki, hogy a térparancsnokság lövetni készül, a bosnyák katonák ellenállnak, mármint hogy a forradalomnak. Ezt mondta, jó, de mit szól ehhez a király? Ugye, egyfajta megint, hogy ez a nagy köztársasági ember, a köztársasági mítosz embere, igazából az utolsó pillanatokig meghatódott, ha a királynő, a gyönyörű Zita rámosolygott. Aztán Párizsban láttam az emigrációban, a Montparnasse-i kávéházak teraszán, minden esetre következetes volt, vállalkozott valamire és kitartott mellette, de nem volt arra alkalmas, amire vállalkozott. 27 év előtt itt volt a pillanat, hogy Magyarországot beépítsük az európai demokráciába. Tehát ez volt ugye az őszi rózsás forradalom. Károlyi engedte és tűrte, hogy ez a kísérlet belefulladjon a tanácsköztársaság zűrzavarába, amely oly rossz emlékű kísérlet, hogy a mai kommunisták beszélni sem szeretnek róla, már mint 1946-os kommunisták. Esztendeje nem ejtette ki senki Kumbéla, Samuel és a többiek nevét. Nem elég következetesnek lenni, megfelelő embernek is kell lenni. Szenvedélyes Márai rajongó vagyok. Ez a mondat tökéletesen rendben van, ha érzelmileg azonosulok hozzá. De mégis tisztességtelen. Miért? Egyrészt azért nem ejtették ki Kumbéla nevét, mert Kumbélát nem Horthy végeztette ki, vagy Pogány Józsefet, hanem Sztálin. Az egész magyar kommunista mozgalmat úgy, ahogy van, lefejeztette 1938-39-ben. Nagyon rossz befektetés volt korai kommunistának lenni. Az, hogy Rákosi Mátyásnak az volt a szerencséje, hogy Horthy börtönébe volt. És azután engedték ki, miután az összes többit kivégezték. Először, hogy ugye elveszett Ténferget Moszkvába, hogy ez sincs meg, ez is letartoz, az is. Tehát ezért nem ejtették ki Kumbéla nevét. Ugye ezért volt az, hogy csak a Kádár korszakban lett igazán a tanácsköztársaság. Rákosi magát nem új Kumbélának tartotta.
kapaszkodjunk meg. Rákosi magát úgy Kossuthnak szerette volna tartani. Ugye elég borzalmas. De ami miatt ez a dolog nincs rendben, az az, hogy Márai Sándor 1918-19-ben kommunista volt. Megalakította a kommunista és nemzetellenes költők így. Kommunista és nemzetellenes költőknek az egyesületét. Sokat nem tudunk róla, fönnmaradt ez a dolog. Írt cikkeket, írt a Tanácsköztársaság kikiált, most már az egész polgári írókat le kell, azokat is, akik Károlyért lelkesedtek, akik burzsóák voltak, jöjjenek a vörösök. Aztán elment, az egy polgár vallomásaiban, sajnos nem csak az az érdekes, amit leír, mert az rettenetesen érdekes, és varázslatos, és magába szívó, hanem amit nem ír le. Hogy ő 22-ig azért nem jött haza, mert nem jöhetett, mert felismerték volna. Ez a magyar történelem. Köszönöm szépen kedves figyelmüket, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Hát köszönjük szépen ezt a sodró és lendületes előadást, nagyon élveztük azt gondolom mindannyian. És hát a hallgatása közben egészen biztosan, hogy eszükbe jutottak gondolatok, kérdések, amit most fel lehet tenni itt a közönség soraiban, és hát akik követnek minket a YouTube csatornán, ők is megtehetik ezt, hogy üzenhetnek nekünk, illetve kérdéseket írhatnak a chat falon, és azt majd én fel fogom olvasni Hatos Pál történésznek. Nos, akkor először, mielőtt még kérdések jönnek itt ezen az okos eszközön keresztül hozzánk. Önöket kérdezem, akit itt a széksorokban ülnek, hogy van-e bárkinek kérdése? Tessék. Köszönjük ezt a nagyon szíves spektrumon előadást. Szóló történelmi sorozat, amelyik áthúzódott majd a 19. századra és meg még a Rákosi korszakba is, tehát egy nagyon széles információt kaptunk, azt hiszem. Talán nem hittem, hogy Károlynak a könyveit ismertem, olvasom, vagy olvasnám. Szeretném megkérdezni inkább most egy kicsit a katonapolitikailag mennék, hogy hogy ítéli meg a orosz főparancsnoknak a fekvésének megkötését, amelyik alatták a magyar határokat, a történelmi határokat, és utána ugye lehetárt valahol a francia parancsnok között, hát nem akarok kifejezni, önök idáig sügettek, de a részletekről nem akarok. A másik pedig a Széthegy Vadosztályról, amelyik ugye hónapok itt föntartott az egész román hadsereget, meg abból egy alakulat, még a vörös hadsereget és azt mondják, hogy vezetségeket kivonják, hogy a minden Bélának a szerepét, tehát amikor egy millió katonát kiképzett, jó, mondjam, harci tapasztalatokkal és jó fegyvertekkel ellátott egy millió katonát, és készen és százados is a tárgyalának a felelősségét elhozzák. Gondoltam, hogy ez lesz a legfontosabb kérdés, hiszen ez mozgat minket továbbra is. Na hát először végezzünk röviden Linderrel. Linder a háború hulladéka. Tehát egy roncs, egy tönkrement alkoholista. De egy hős katona volt. 3,5 évig volt kint a fronton, beleőrült, megnyomorodott. A frontvonalba volt, a tűzvonalba volt. A hiba az volt, hogy miért ő lett a hadügyminiszter. Ezt a hibát egyébként egy hét alatt korrigálták. Tehát Linder 9 napig volt hadügyminiszter, és utána, kevéssé emlékszünk rá, Barta Albert foglalta el, aki rögtön meg is próbálta szervezni Friedrich Istvánnal együtt a hadsereget. Őt a budapesti helyőrség katonái gyakorlatilag majdnem meglincselték, és ezért kellett távoznia alig egy hónap után. Barta egyébként hűséges maradt Károlyihoz. Ezt erről. Itt ez egy nagyon fontos dolog.
nem voltak katonák. Tehát nem lehetett parancsolni. Ott volt Barta Albert, egy kiváló tiszt, aki megpróbálta a temességben is a fosztogató románokat repülővel jobb belátásra téríteni. Facsádon 104 halottat is csinált. Nem működött ez a módszer. Nem voltak katonák. Ezt kell megértenünk, hogy a közkatonák nem voltak ott. Azért buktatták meg, mert a helyőrség katonái semmi más nem akartak, egy züllött banda volt már mindenki, csak a zsoldot. Csak a zsoldot, csak a könnyű életet. A székely hadosztály az a magyar becsület megmentője. A székely hadosztály viszont azon kevés hősök egyike, aki a sokaságból kimagaslik. Kratochwil hazamegy, de az általa hazavetetett ezred teljesen szétzűlik. Ez mutatja egyébként azt, hogy miért nem lehetett, egy Kratochwil is hazaviszi a katonáit, rögtön kinevezik egyébként, Károlyi nevezi ki erdélyi, kolozsvári katonai kerület főparancsnokává, és nem tud szervezni katonát, mert nem akarnak egyébként. Ez a nagyon érdekes, hogy Erdélyben jelentkezik a legkevesebb magyar katonának. Jönnek be a románok, és Csíkmenaságon, Csíkszentsimonba a nemzetőrség, a megszervezett nemzetőrség vagonokat foszt ki. Akkora a nyomor, és akkora az a társadalmi igazságtalanság, hogy nem a hazát védik, hanem hogy az asszonykának, a gyereknek tejet, egyebeket szerezzünk. A székely hadosztály egyrészt a Verbőci Kálmán által Kolozsváron összeszedett nemzetőrökből jön. Egyébként én még Verbőcit még többre is becsülem, és tragikusnak tartom. Tehát egy világszínvonalú céllövész volt. Egy félelmet nem ismerő katona, aki mindvégig harcolt a románok ellen. Tragikus dolog, hogy éppen Horthy oszlatta föl az ő ugye székely dandárját, és Hajmáskére vezényelte, és az erőleléptetését is sokáig megtagadták az ellenfelei. Egész nyomorult volt az élete, ugye kitelepítették 51-ben, meg minden. De ő tényleg egy nagyon bátor, ahogy Kratochwil is, de Zágon Istvánt kell még említeni, aki ugye elment Miklósvárszékre, Barót környékére, és onnan több százan jelentkeztek. De mi ez a néhány száz fő? Ahhoz, ami ütőerőben bármire elegendő lett volna. Amikor a székely hadosztály a legnagyobb kiterjedését, vagy a legnagyobb létszámát elérte, akkor voltak 12 ezeren. És még ott is nagyon erős volt a tisztek és a közkatona, tehát nagyon nehéz volt a fegyelmet megtartani. A Veszprém megyei levéltárban van a Kratochwil hagyaték, nagyon sok információ van belőle, de tény és való, hogy a Kratochwilnak a kitartása segítette azt, hogy csúcsánál, tehát a történelmi Erdély és a Partium határán 3 hónapig állt a front. Tehát, hogy ugye 1919. április közepéig magyar maradt Nagyvárad, már magyar uralom alatt Szatmár, németi egyebek. Az más kérdés, hogy a román többségű területekre nem volt semmi befolyásuk. Tehát azok hiába voltak az Érchegység román falvai, kisvárosai, névlegesen magyar kézen, ott a román nemzetőrség volt, és elüldözték a magyarokat. Vagy sokszor a főispán, a hivatal menekült el, először szívszorító levelek vannak például Kisjenőről, ahol elmenekül a gróf, elmenekül a főispán, csak éppen az árvaház emberei nem menekülnek el. Károlyi tehetségtelen volt abban, hogy erőteljesen kihasználja ezt a dolgot, de nem lett volna bázisa abban, hogy megvédelmezze minket. A Diaz által kötött padovai fegyverszünet az egy legenda. Nem Magyarország határait garantálta, ilyen nem volt. Az osztrák-magyar monarchia határait. Nem volt a padovai fegyverszünetben nincs szó Magyarországról. Az osztrák-magyar monarchia határairól van szó. De mivel az osztrák-magyar monarchiát feloszlatja először egyébként
az osztrák parlament, aztán megalakul a cseh, megalakul a zágrábi, megalakul a szlovén nemzeti tanács. Gyakorlatilag a francia keleti hadsereg vezére, pontosan az ön által idézett François Depré azt mondja, hogy nem ismerem el, hogy mit kötött egy olasz tábornok, én megyek, ha kell, Berlinig. És ezért mennek elébe, hogy kössenek vele egy fegyverszüneti megállapodást. Az, hogy Nyéghegyi Ferenc, aki a padovai küldöttségnek tagja volt, később mit írt, az nagyon befolyásol minket, akik szeretnénk megtalálni a felelőst, mert ha megvan a felelős, akkor ha megvan a gyilkos, akkor valamennyire rendben lehetünk. De ez nem megy. Egyébként pontosan Károly november 7-én tárgyal François Deprével, elhangzik ez a mondat, hogy vous êtes tombé si bas, ilyen mélyre estek. Arra, hogy ott van ez a katonatanácsi alak mindenféle ruhába. De ugyanakkor azt nem idézik, hogy François Depré több beszámoló szerint, a szerb-francia beszámoló szerint, az kövessék Károlyit, ő az egyetlen megbízható magyar ember. Tehát én ezt nem szeretem, hogyha kiragadunk valamit, azt nem Károlyira mondta, azt a magyarokra mondta. A Károlyiban a François, aki maga is egy breton arisztokrata volt, az arisztokratát látta. Károly és Jászi azt mondja, amikor látják a demarkációs vonalat, mi ezt itt nem írjuk alá, mert minket ezért Pesten felakasztanak. Nem írják alá a fegyverszünetet, és hazamennek. A szerbek kapva kapnak az alkalmon, és a fegyver jogán próbálják minél inkább megtenni, vagy elfoglalni minél nagyobb területeket, és egy héttel később Lindert küldik le, mármint nem hadügyminisztert, hogy írja alá, és akkor már nem is fegyverszüneti egyezmény, hanem csak egy úgynevezett convention militaire, egy fegyverszüneti, vagy egy katonai konvenció, és ennek azért van különbsége, mert ha fegyverszüneti egyezmény lett volna, akkor annak a dolgait tisztelnie kellett volna mindkét aláírónak. De így azt lehetett mondani, hogy ez csak egy katonai konvenció volt, nem kellett tisztelnünk. De a Diaz-féle fegyverszüneti egyezményt sem tisztelte senki. Tehát ne legyen erről illúzióink. És a Belgrádit sem tisztelték, hiszen abban például nincs szó Szlovákiáról. Az a párizsi értekezlet, Clemenceau, aki ugye az egész felett hatalmat kap, meghatározza, hogy vannak Szlovákiának történelmi határai. Gyakorlatilag ex-has. Ugye? Tehát az, hogy ha nem mentünk volna el, jöttek volna föl a szerbek, meg a franciák egész Budapestig. Egyébként még talán nem is lett volna olyan rossz, hogyha a franciák följönnek, de nem jöttek föl. Itt egyébként pont arról van szó, hogy a francia hadseregnek nem az volt a célja, hogy Magyarországot elfoglalja. A célja ez a szerbeknek volt, a románoknak, meg a cseheknek. A franciák a bolsevizmust akarták megtörni, de nem volt elég katonájuk. 1917-ben a francia hadsereg is a szétesés határán állt, akkora lázadások voltak. És azt szerették volna, hogy a románok, a lengyelek, a csehek, de főleg a románok és a lengyelek forduljanak az oroszok ellen. Ehelyett, és itt van ugye a francia hübrisz, itt van a francia politika végzetes gyengesége, nem a saját céljaikat követték, hanem a kis szövetségeseik célját. És így fordulhatott elő, hogy Románia, amely ugye megkötötte a bukaresti békét, és ezáltal kvázi érvénytelenítődött az 1916-os bukaresti egyezményben foglalt dolog, vissza tudott kapaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amihez tehetett. És 1919 végén pontosan ez a francia politika bukik meg, és pontosan ezért veszik át az angolok a kezdeményezést, és az angolok azok, akik Horthy Miklóst és a jobboldali erőket végre szóhoz juttatják. Sajnos nem látom azt, hogy itt bármit csinált volna Károlyi, amit csinált, azt is elég ügyetlenül csinálta, de ha bármit csinált volna, hogy ez elegendő lett volna. Nekünk nem volt belső erőforrásunk, és külsőleg nem jutott hozzánk el szén, nem jutott hozzánk el vas, nem jutott hozzánk el kőolaj. A felhalmozott készleteket kellett használni. A román hadsereg ugyanilyen rongyosként indult, de oda ment a hadianyag, ment az utánpótlás.
egy körkörös, koncentrációs fenyegetés volt. Bárki, aki azt gondolja, hogy vissza tudtuk volna foglalni. Nekem a nagyapám mind a két világháborúban harcolt. Tehát én egy ilyen katonai hagyomány örököse vagyok. De ezt be kell ismerni. Nem volt. Nehéz beismerni. Jó lenne, ha megtalálnánk, hogy ez az ostoba Károly volt az egyedüli felelős, de sajnos nem így van. Sajnos nem így van. Mert ha így lett volna, ha például hadsereget lehetett volna szervezni, akkor Horthy Miklósnak nem csak 1939-re jutott volna ereje ahhoz, hogy egy olyan nagyságú fegyveres erőt szervezzen, mint amilyet Kumbéla. A magyar haderő a trianoni rendelkezéseket betartotta, illetve itt-ott próbált ugye ilyen különböző testnevelési, meg egyéb ezredekkel, végzetesen meggyengült, nem tudott kiállítani az ország. Teleki azt mondja, hogy ő mondaná azt, hogy ne írjuk alá a trianoni békét. De akkor a románok megint bejönnek Budapestre. Kényszer volt. Itt az volt a bölcs döntés, akármennyire is fájdalmas és vérlázító, hogy alá kellett írni. És ugyanez lett volna a VIX jegyzéknél Bethlen István álláspontja is, hogy nem ellen, nem szabad ellent állni, mert végzetesen meg vagyunk gyengítve. Bethlen István kvázi megtiltotta a revíziós propagandát 10 évig, hogy építsük először újjá az országot, és csak utána lehet bármit is csinálni. Ez a magyar történelem. Kis nemzet vagyunk, de mindent túlértünk. További kérdés van-e? Kérdezem önöket. Csetfalon nem látok kérdést, úgyhogy csak önökben bízom most már. Úgyhogy ha nincs, hát akkor egy nagy tapssal köszönjük meg még egyszer Hatosztály történésznek. És én hadd hívjam fel a figyelmet a 2 hét múlva esedékes előadásunkra. Április 21-én akkor a múzeumi esték másik témájával fogunk foglalkozni, a Göcsej sorozattal. Április 21-én 17 órakor, tehát pontosan 2 hét múlva Bekő Tamás levéltári asszisztens Lepkész lesz a vendégünk, aki a göcsei emberek természethez fűződő kapcsolatáról beszél, és az előadásának a címe is nagyon érdekes, Vadregényes Girgácia. Most ránézek a fiatalokra, és szívem szerint házi feladatnak adnám, hogy nézzék meg, járjanak egy kicsit utána, hogy milyen vidéket hívtak tréfásan, kicsit gúnyolódva Girgáciának, de aki eljön 2 hét múlva, természetesen elmondjuk neki, úgyhogy invitálok benneteket is, és önöket is, mindannyiunkat, úgyhogy további kellemes estét kívánok, találkozunk 2 hét múlva.